Hogy kerül egy láncfűrész az ágyamra? Ez egy megható történet. Elmesélem. Ez úgy kezdődött, hogy a kézműves munkáimhoz nagyon szerettem volna egy egyszerű elektromos láncfűrészt. Gyűjtögettem is rá a pénzt, és ott voltam, hogy már meg tudom venni. Igen, ám, de egy ismerősöm, akivel együtt dolgoztam egy munkán, bajba került anyagilag, és tudtam, hogy ha kifizetem az ő részét, akkor tudok neki segíteni. De ezt csak úgy tudtam megtenni, hogyha számlámon lévő összes pénzt az utolsó forintig átutalom neki. Mikor ezt megtettem, akkor tudtam, hogy a láncfűrészről is le kell mondanom. De ugyanakkor, ahogy utaltam a pénzt, akkor úgy éreztem Istennek azt a kedves jelenlétét, hogy mondtam is neki, hogy látod, az utolsót odaadom másnak, Uram, és remélem, hogy ez tetszik neked, és örömet okozok neked vele. És ahogy a Bibliában olvasni szoktuk, még abban az órában, szóval még abban az órában ennek az összegnek a háromszorosát kaptam vissza, és így nem kellett lemondanom a láncfűrészről sem, és Isten biztosította arról, hogy jót tettem, jót cselekedtem, és tényleg tetszett neki. Én hiszem, hogy sokan vagyunk így, akik Isten tetszése szerint, Isten tetszésére akarunk adni és segíteni másoknak, és azt is tudom, hogy ezt ő megáldja. Így lett nekem egy jó kis láncfűrészem, aminek nagyon örülök, és remélem, hogy nagyon szép dolgokat fogok tudni majd alkotni vele. Köszönöm, hogy meghallgattad a kis történetemet, és remélem, hogy hasznos volt a számodra. Szia!